meghatnám neveket, pirosra csipkednék, hófehér, maradnám. De mivel nekem 100 forintom nincsen, marad a proféta. Nem csak a proféta, nagyon érdekes.
Nekem tudom, hogy azt nevettem, hogy röntem magamban, hogy két balacvánk volt, és a fényre megígértem neki, hogy na, ha nem teretek, akkor én nagyon mondjam meg nyilván benneteket, meg is nyílt, hanem teretek, mint az őrül. Tehát megbeszélte velük. Pedig ő ezeket nem tudja így, hogy most mindatosan hagyt valahogy rávigyem. De a fa azért tud ilyet, talán érzi az ember, nem tanult az iskolában, mint de azért érzi az ember. Tehát mit tudom én, a növényeiden beszélgetsz, hogy na, milyen szép levelet lett, mit tudom én, milyen szép nagy levelek lettek ezen a dicséret, milyen szép zöld színek van, milyen szép ez a virág rajta, mit tudom én. Lehet, hogy úgy beszélsz csak róla, mint egy ilyen kívülálló dosztő, akkor is érti. Tehát, hogyha dicséret, vagy rajt nézd ezt ki, hát ez meg kis dobot. Szóval érzi ezeket a növény. És csináltak ilyen kísérleteket, hogy meg is ismeri például a gyilkost, megismeri a növényt. Tehát a rárasz ilyen érzékeny galvanométert, amivel ilyen mondjuk a növénynek az ellenállását mérjük, rácsített mondjuk a szárnyak két pontjára, és... A filodermon valóban intelligens. Tehát az van, hogy rácsített ilyen csipet, és akkor csináltak ilyen kísérletet, hogy mitől ilyen egyetemi hallgatókat kijelöltek, volt 20 egyetemi hallgató, és azok ezeket szobába betettek növényeket. Tudom, 8-10 darab növényeket beraktak egy asztalra, és akkor bejött egy darab egyetemi hallgató, és kiment a másikat. Bejött, kiment. És az egyik egyetemi hallgató nem tudta senki, hogy melyik. Az egyik összetépet vágott elő. Az volt a dolgok, mondták meg, hogy ha bemész, akkor az egyiket választ ki, és tépszik. Széttéptem, és az volt az érdekes kísérlet, hogy utána a többi növények azok elkezdtek rá reagálni, amikor széttéptem, mert mindegyiken volt galvanométer, és az összes növények elkezdtek félni. Tehát ilyen impulzusokat kezdtek gyártani akkor, amikor ezt széttépte az egyben. Az volt az érdekes, hogy kipróbálták, hogy később visszament sorba még, és annál a hallgatónál, amely széttépte, megint elkezdtek félni. Vagyis, hogy megismerjük, csináltak is egy kísérleteket, hogy mondjuk visszaviszik a gyanúsítottakat a színhelyére, és akkor az oda ott lévő növények megmondják, hogy ez volt vagy nem ez volt, amikor nincs egyáltalán tanú, hogy a növények megmondják. Ez is nagyon érdekes. És megmondták a növényeket. Azt szeretném megkérdezni, hogy az egyik ismerősömnek megvannak én, és utána a szobában az összes növények, az miért van? Mert szerette. Szerette őket a növényeket, és a növények utána. És hiába csinálsz, akármit vele, utána vannak. Tehát a lényegnek valóban van érzelme, szeretet van benne, vagy gyűlölet, talán gyűlölet is. Nagyon érzik azt, hogy ki az, aki őket szereti, ápolja, na már hozza nekem a vizet, szólnak, hogy is majdnem azt mondom, hogy szólnak, hogy locsanak meg, mert én most már mindjárt szomja halok. Tehát, hogy szólnak, vagy hogy akkor tegye már meg is földet, mert a növények teljesen megeszik a virágcseréből a földet. Megeszik. Tehát annyira, mert abból lesz a növényed, abból a földből, és megeszik. Ki fogja a cseréből a föld, biztos láttatok már ilyen cserébetet, ki emeltet, az csak egy fog benne. Na biztos láttatok már ilyet, hogy egy nagy kupasz gyökér, akkor cserép adatba, és akkor egy nagyobban körültet visszaültetni, beállítani a földet rá, és akkor egy jó érzelmet. Tehát megérzi, igen, a növények azok, mondom, hát van lelk. Van lelk. Ezzel kapcsolatban én is elmondani a szerelési jelenetet. Egy sárga barackfa. Valóban egy fél nagyságú volt egy igazságban. Elkezdett a levele elsárkodni először, aztán folyani, és tele volt el. Te jó is, hogy az rengeteg terv is most fél idős korában tudtam meghalni. És elkezdtem a fához szólni, meg felajánlott a energiába, ahol megfélni. És mondtam, hogy a gyümölcs érdekel legalább. És ez a legalább a gyümölcsök érdekelte, ez szó szerint lette. Fölült a fa, beérett a gyümölcsök, és leszettük, hogy nem a csökkét, hogy Igen. Igen, hát ez egy egészen... Akkor jöttem most valami programozás, a szavak elég, a legjobb mindegy. Ez varázslat, persze, ez varázslat, de nem kell ezt ilyen hókusz-pókusz iskolába tanulni. Ez varázslat.
Non è bel gioco, per esempio, è fero, non è un fero civile, è un viso di cose che non ti piace, non è un snack a chi mi vuole la voglia, sì, non so, ok? Diciamo qui, secondo te, poi, ah, io posso, ciò, esempio, non è un problema, ma è un po' non serve di cosa, non è un esercizio, questo non tu, questo che mi ha fatto, tu, non è che via, mi sdo, domani, non mi, poi tu, pensa, o cosa fai tu, te pensi che non so fare cose, pensa, come conta a fare? Per il nostro regno, noi riusciamo a chiamare chi ha dovuto fare così stonaccio di rispetto. Allora, se che esce, stonaccio di chiamare chi ha dovuto fare così, è tutto stato di rispetto. Vuol dire, quindi, a te gli è morto, ma chi è ieri fa? Ieri fa una cosa meglio, o meglio, e io mi scalo, ma mi devo, ecco, più lutte da lui, calo, noi, noi, l'uomo sotto, mi devo rispondere. Vedi, a chi ha fatto un tese che mi questo lo leggo, e c'è poi Rai Shorta nel tempo di Petrice, e non è con loro che hanno l'entrata così, no? E io ho fatto scrivente, c'è poi le vite con la nasce, con la nasce di dirte, e c'è poi Cotta, che c'è la cosa che c'è io, non vi leggo di altro, che usa, scrivente che scorta, che c'è me, e so fumare sopra l'intentato, non tutto il mondo fa in una media, e se arriva in India. Che via, rotto, mosce, idioso, e se arriva in India. Come ti sa, il box è un sasi, non credo che mai in caccia fatto la retta nel lunga, ma ho scritto che sei buono sto marito, perché è un saschetto, 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 è molto dei cambiamenti, sono i colori, se ne è colori, mette, che ho smotto, meffilo, mezzo e meffilo, due e mezzo, 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 hogy a Hartmann kereszteződésbe végig, mert marad meg, de a Hartmann vonalakba ütetni fát, az mind idő. Tehát az menne. Menne. Azok a felfelült fák, amiket a tárgatunk, az nem jó helyen van. Miért? Ki Hartmannban van, és akkor kimenes, veszel lesz a tekert drótot, amit nem viszel a szél, tehát olyan vastagságú, leszúrod az alját a tövibe, és kilenc tekercset csinálsz az orromutatóval egy irányba, és bent beakasztod valahova, és kilöketed, így fölébredett a szárnyú oszlop, ami ennyire kiszáll. Csodát lehet vele csinálni, nagyon nagy mennyiségű gyümölcsöket mértem át, mert mértünk csoportok otthon, úgyhogy ez működik itt Pesten, és nagyon sokat megcsináltam. Tehát mennyiret, ha látod, hogy hallódik, és kilenc tekercset újtó rá, hogy arra legyen be bennő, és ezt mindig a virágzás után, és összeleszedni. Két év alatt totál kikupálódik, és aztán jövő. Nagyon csak a tengerek sajnálban alulmi bőtrét. Nem alulmi, csak a bőtrét, vörös rész, bocs, nem alulmi. Ez a lényeg, hogy mi bőtrét. És kilöketni, nem fölfelé. Na most azért 9-szer, mert akkor kb. 2,5-3 méteres fölre, mindent már felmentünk a hegyébe, ott is néztük, tehát fölre mindenütt 3 méter, kilép egy olyan 6 méteres szélességű gondozatot. És tökéletesen, mert csak virágás után esik. Akkor nem csak a törzsére kell, ahol nem, de az is 3 méterre fő, ezt azért mondom. Azért mondom, 9-et, mert ha bőle kicsi, akkor nem lehet, hogy 3-at fűz vagy 2-t. Csak ez tapasztalatom, hogy most mondom, hogy 9 az 3 méter visz. Fontos, hogy a törzs, ahol a földből kijön, és ahol elkezdődik a lombozat, egyenletesen hozva. Nem, nem fontos. Mondom, hogy egy kicsit gazda legyen, hogy nagyon gyorsan elkezdődni, és hihetetlen képes 2 hónap alatt 2 kilit. Igen, csodálatot lehet felcsinálni, volt három olyan fá, hogy egy nagyon megmaradt egy oldal, a másik meg már mind a fáz,
és menemű helye volt, és akkor betekertem csak három tekercsel, és egy jól főhoztam magát a jelenlő többi. Tehát egy nagy valami nagyon működik. És ez biztos, hogy van. Na most a szilva, amely a barackok, tehát őszi barack, vagy a rendes barack, ezeket kell jobbra tekercsölni, a többit nem vettük észre, hogy hat. De a diót vele tekercsön van egy idő. Szilva, megy, bő barackok, ez cseleszét betekertem, nem tetszett neki, leszettem. Ez biztos, hogy így van. A diókban meg az úgy, hogy az hatalomba kerülhet, nem mit magyarázni. Ott az is hárhoz ütették valamikor is át, hogy vittam oda, vittam oda, majd csak egyszer beletalál a hatalomba, ott aztán megy. Főnöki, aki ezért a szép mintázatot. És azért mérgező valószínűleg a diónak a levelei is, mérgezik a földet alatt, a más növények nem nagyon szeretik. Összeszedik a levelet, az elvégetik. De most még volt az előbb, ha egy szálló boroszfát megnézlek, az mindig hárhozta van tekerdik. Az kiszálló boroszfát veszett a kérgét, három zsarolást csinál magának. Óramutatóval egy irányba. De a faj is úgy csinálja, figyelj meg, kiszállhatnál mindig, akkor ha mennél háromszor megtekerni, kitörik. Tehát már kis urány kezdve, hogy tekerni magát. Van, ott egy olyan fám, mi a bűsalom? Ott egy olyan bűsalom fám, hogy totálisan ilyen lébetébe kidőtt. Na, akkor erre azt magyarázták, 60 volt, azt magyarázták, hogy azért, tehát így nézett kézzel a bűsalmátat, ahogy meg a vízeti szél elnyúlva. Jó, oké. Na most kijött mellette egy pici hajtása lent a földből, megadtam. Na most mi lesz belőle? Hogy lesz meg éjszakra meg? Nem igaz. Hát már egy évet, hogy ma is megadtam. Tehát menekülve. És egy három év alatt én egy olyan hülye telepen, ahol őszparackot nem lehet termelni, egy olyan állati hossz felől be, tehát még végig se senkinek nem maradt, meg én fölvel a sárnál mindig betekertem. Három év alatt kikupálódott szépen, összeszedte magát, megtekeredett a mennytokat, így előtt a számára egy hihetetlen összetlen. Csak úgy tapasztalatok, hogy négy. Csinálják. Szóval a fül, nem kell összeszedni, csak a fülbe egy összetlen. És fönt még úgy be a kérdébe, egy beakasztam és kirögtettem. Na most ott van a macska, mindig ott fog segíteni, azon én érzem magát. Igen. Na most akkor csináltuk a hátadat, és mindenki eladott. Mert csináltunk ilyen tekercset, és fölvittük az elelet végig egy ilyen rúdon, és akkor, hogy kidobjuk a sugárzón át a lakásba. Hát ki is dobtuk Dervikul alatt, ha leült, vennék, és az készült. Nem ígedett, kikészült, elment. Üti az energiát. Üti is. És eljött a rendelőt a sugárzón. Nálam is van egy-két ilyen jó sarok, úgyhogy jó sarok. A jó sarok valaki lehet. Kész. Lehet, hogy egy valami kávon is. Ez a transzfert, ez a munkányos a veledmény, azért adnám át neked. Tárgyasok úgy jelent, mert az utcán látszanak, hogy te becsülünk, azért mondtad. Megkocsánat, hogy a szövetek nem voltak el mennyire. Tudod, hogy volna rögtön, mint én is. Igen, szóval még korunkban szarabjálkozzák. Az Isten is ilyen vacsorban, ki kellett tömni, és visszamerte arra. Isten is a korunkban. Szivasz, nem lehet. Nem akar. Igen, és a segédet a fekszed rajta. Puma, puma, de véget jössze. De milyen jó tőzában, mert is. Igen, mert a tőzők bizapárnába próbáljátok, hogy milyen jó. Tömpöny buszapára, mint tűntöd a tárnát, tömpöny, hogy egyik a felvájás pillanatban kiállt. Csak szízek. Nem nyomja a fejet. Hát szokatlan. Itt is az volt a alig bírtam el, hogy szivacsalok, kitört papáros, és én azt nem. Égett a fejem, nem, akár a fordult a fordulatot, de így se jó, úgy se jó. Égett el a szivacsalok, szivacsalok. Rendőzőre kész, megvan, nem, nincs meg, hogy nem van, hogy 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 van. Kérdele valaki bejön, kopok hozzá, hogy olyan
Köszönöm, hogy a magam
szóval és a szívem. Nem kell visszajönni, mert előfordul, hogy valami miatt az apa, az
az inkább a másik oldalon van. Ez a két emberre múlik. Mert lehet, hogy te is a saját azonosulásodban inkább egy kicsit, például Jézus ugye majdnem mind a két embert megtestesítette magával, annyira tökéletes volt, hogy minden megvolt lett. Olyannyira megvolt, hogy egyiket se érte, ugye? Itt a Da Vinci kódban marha nagy üzletet, ez is üzlet. Marha nagy üzletet csinálnak ebből a Mária Magdolnával, hogy találkoztam a Mária Magdolnával az Esterházyban piacon, a Judit, az az apostoli Judit. És még meg se kérdeztem tőle. Mert az annyira abszurd, hogy Jézusnak nem élete lett volna, hogy meg se kérdezem tőle, hogy volt-e. Mert kilövögte. Hát persze, kilövögte. De ha ilyen üzletet csináltak róla, hogyha kettőjésre van szó, akkor viszik a véget. Tehát megkapja, hogy menjen tudod, ez központi kérdés. Ez a különösségben benne van a Jézus élér, ugye ez már van egy nagy vonzerő, mert kincsekkel is összefügg, lehet, hogy valahol egy templomban elrejtve kincs van, és azt már meg lehet találni. Meg lehet találni, és akkor a turisták mennek, és az idegenvezetők pedig nagy lehetélyesen mondta, először is a barkát tart, és mikor már jól belerakták, akkor mondva, hogy hát igen, lehet, hogy tehát itt nem lehet ást egyébként, mert csak olyan éjjel, akkor teszi tővasolat a templomba a turisták, és próbálják kiásni a kincset. Tehát mindenütt üzlet, egyszerűen mindenütt üzlet, akárhova nézel már, mindenütt az van, hogy valamit el akarnak neked adni, és tudhatod, hogy az csak arra megy, hogy pénzt keresen. Nincs tartalma, csak pénz. Most ebben a kaponya kapcsolatban Nem ez a fontos, nem az a fontos, hogy áttedd, nem szabad áttedni. Azt kell nézni, amit belecsináltunk, hogy meghívni a két szülő szellemét. Tehát 5 perc alatt megjöttek, ugye? Ott volt a két szülő, és az anya jött, az aztán jött az apa, és ő valahogy távolabbról jött. És hogy és akkor megnézed, hogy melyik hol áll, és akkor, de most nem ez a fontos, hogy az is fontos, hogy hol áll, nem az a fontos, hanem az, hogy az a részed, az elkezdél kommunikálni, tehát az érzések följön. Ugye most itt nagyon sok érzés jött. Ugye mondtam neked, hogy mivel nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy apád ilyen korán eltűnt az életedből, korábban még fel se tudtad fogni, nagyon kicsi voltál. Ez átszöri, egy szülőt hiány, az átszöri az életet, mert ugye ha van apád, az egészen más élet, mint ha nincs apád. Egész életedet meghatároz az a dolog, tehát Magyarországon, hogy teljesen tele vagy átszöri ezekkel az érzésekkel. És ezeket az érzéseket, amit mondtál, egyébként nem eljött való. Tehát ezek az érzések most itt bejutottak. Én azt hiszem, hogy föl van dolgozva. Na most 2 nap alatt, meg 10 nap alatt sincs földolgozva, hanem ez egy folyamat. Na most a diverszívő is azt mondja, hogy ez csak egy beindítás mindig. Itt is tartál, és mindent csak beindítunk dolgokat. Meglátod, hogy milyen irányba gondolkoz, milyen probléma felé gondolkoz. Ez az állandó újabb és újabb megnyílást, hogy ami följön, azt újra és újra kiengedtek, már beszéltünk is róla, hogy ezt tűnt a pszichoterápia, termelni a problémákat. Tehát ha valaki elkezdi terápiát, állva csak jönnek és jönnek és jönnek, és már az a gyakorlatban, hogy ez is valami üzlet, hogy építs ide az ő problémát, hogy keresesek vagy, gyakorlatilag tele vannak az emberek problémákkal, már ilyen érzelmi elfolytásokkal, és ez hosszú, nagyon hosszú munka, amíg ezt kidolgozunk magad, viszont akkor nem fogsz az orvos rendelőjébe ülni, nem fogsz a kórház ágyában ülni, nem lesz baleseted, mert sok közötti baleset is olyasmire vezetett, hogy nem figyelsz oda, egy pillanat alatt már összeütött 2 autó, és akkor kérdezik, hogy uram, hát nem veszi észre, hogy bele menj a kereszteződésbe, ott a másiknak volt elsőség, mert nem figyeltél oda. Mert az érzelmi folyamatok elnyomtak, tessék. Szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ez a rendszer akkor is kialakul, hogyha a szülőmet elengedem, halállal után? De nem az elengedés a fontos, el is kell engedni, de az csak egy téma, hanem egyáltalán az életedben milyen jelentősége volt annak, hogy olyan volt a szülőd, amilyen volt. Tehát másfél évig volt, ugye? És aztán nem volt. Az egy jelentője a szülőnek, hogy nem volt. Vagy ha volt, akkor ilyen volt, meg olyan volt, és minden érzés, ami negatív érzés, tehát most a negatív érzések, a pozitív érzések keringenek, az energia. És gyakorlatilag az energiakerítésről van szó, energiarendszer vagyunk, és ha az energia jól megy bennünk, akkor egészségesek vagyunk. Ha még megáll a torlódik, például akkor elkezdődnek a bajok. Értem, tehát hogyha pozitív viszonyunk volt anyukámmal, nekem az anyukám halt meg, 14-es korban, akkor ez a rendszer nem alakul ki, vagy... Na most akkor az jön, hogy 14 éves koromtól kezdve neked hiányzott az anyád. Tehát az, hogy meghalt, az a gyász.
ez a gyász folyamat. Egyébként elmondom, nagyon érdekes volt, akik nem voltak ott, hogy a tegnap előtti rivőrszéken valaki úgy nézett, hogy meghal. Megmer és elszűnkült. Olyan volt, mint egy hal, szürkés volt. Hát éreztük, hogy minden halhatott meg, mert attól egy kicsit hihetettük, most nem van meg senki, nem volt színbetege, vagy sem ilyen baja. Kiderült, hogy 15 éves korában a szülei nem haltak meg, elmentek. Ott hagyták őt a házba, villattak, és elköltöztek valahova, és kvázi megszakították vele a kapcsolatot. És ő úgy érte meg, hogy meghalt. De egyszerűen az energiák nem mentek, és mondta, a férje is ott volt, hál' Istennek a csoportban. Igen, mondta, hogy az, hogy megszokott otthon is így mellett az asztalnál, olyan, mintha epilepsziás rohama van, de nem epilepsziás, mert annak van valamilyen agy alapja, hanem egyszerűen azt a sokkot, hogy a szülei minden bejelentés nélkül egyszerűen csak eltűntek az életéből, 15 éves, de nem haltak, hanem is külföldre mentek. Magyarországon, de egyszer elköltözött, furcsa történet. Ő meg ott maradt, és ezt úgy értem, hogy na most ez az a vicc, hogy 15 éves volt, most 30 éves, és 15 éve nem gyászol keresztül, de most nem is tudod túllépni a dolgot. Na most a túllépés is nagyon fontos, egyrészt el kell gyászolni, tehát ha meghalt például, akkor ezt is lehet meghalt. Mert el kell gyászolni, tehát ezeket a fájdalmat, a fájdalmat felengedéséről van szó, és elrendezni a gondolatokat is, és utána, mivel még te fiatal ember voltál, ugye ott volt, hogy te most nincs anyád. Tehát, hogy mi lesz most? Hogy fogok én élni anya nélkül? Ugye, mert 14 éves után még az anyának sok funkciója van. Hát, ha jól emlékszem, hogy utána 10 évig anyám engem pártyolgatott. Az azt jelenti, hogy neked mondjuk már 10 évig nem pártyolgatott anyád, de nem tudom, pártyolgatos volt az anyád, de általában az anyám pártyolgatott. Na most nem így pártyolgatott, hogy egy kis gyakorlatilag. Ugye, akkor így, hanem ő törődött a dolgaiban. Na most itt van, hogy neked ez hiányzott, és ezt föl kell dolgozni, hogy ez mit jelentett a hiány. Érted? És hogyha ez már pozitív változik, tehát az, hogy az is pozitív volt, hogy 14 éves korban nem volt anyám, mert önálló lehettem bulizni, csajozhattam. Ugye az anyám meg mindig ott ült rajta, hogy ne csajozzak. Hát amilyen pozitív az anyád, ugyanúgy megvan a másik oldala is, hogy nagyon azzal az állandó gondoskodásával ott ült rajta. És mindig ellenőrizte az életemet, és nekem külföldre kellett mennem jó messzire, hogy végre megszabaduljak ettől az ellenőrzéstől, még akkor sem tudtam igazán megszabadulni tőle, ezek első folyamatok, tudod? És ezeket tudomásul kell venni, mert vannak. Tehát az érzelmek vannak, a viszonyulások vannak, és ezek a tények, hogy vagy van anya, és akkor ilyen is olyan, és ezt jelenti nekem, vagy nincsen, és akkor az ezt jelenti. Na most megérdezett, hogy például a házasságot Tehát itt ő még nem tudott igazán felnőtt asszony lenni, mert akkor már szült volna nyilván gyereket. Igen, visszatartott. Na most ez a folyamathoz mondom neked is, de neked is, hogy én 6 évig csináltam terápiát, és azt gondoltam, hogy már minden megoldottam, mindent tudok. Hát ezért ment volna az első házasság csődbe, mert akartam tudni, hogy a férfiző kapcsolatnak mi a titka. Mikor azt hittem, hogy tudok, akkor kötöttem egy házasság, még sőt, ez itt az első. De az anya kapcsolatom is, meg az apa kapcsolatom is, azt hittem, hogy hú, már 6 évig állandóan csak ezeket dolgoztak, és jöttek fel a belátások, és minden. És ki lett a vége, hogy hazajöttem külföldről, és visszaköltöztem abba a szobácskába, amikor elmenekültem anyám előtt. Azért, mert meg kellett még valamit a tanul, főleg az alázatot, hogy rá vagyok utalva. Hová voltam arra, nem tudok hány éves. De meg kell tanulnom azt, hogy nem vagy talán nagy hívnék. Rá vagy utalva, és alázattal kiérd akkor, hogy most jöhetsz hozzá. Na most a másik dolog, hogy az apa a konfliktusok, azt sem oldódott meg, mert itt most meg konkrét emberekkel való konfliktusokban még kijön a pici kis maradvány. Teljesen nem tudja az embereket feldolgozni, mert még végtelen hosszú. Tessék? Nem, csak ja, az a négy pont. Jó, oké. Mert így ahogy van, nem állja, tessék. Amit az előbb említettél, hogy az állapotfejlesztés, nem olyan régen az egyik csatornán egy
egy ilyen Eisner keresztű filmet, ahol ezt az állapotot, mint tetsz halott állapot kezelték, de persze fizikai síkon, és azt mondták, hogy ez egy zika fajta betegség, és nagyon-nagyon kevesen szenvednek ebben a betegségben, és valójában nem tudták ezt se kezelni, se gyógyítani, és köztük a betegek között volt egy olyan, egy középkorú nő, aki már harmadszor került olyan állapotba, hogy levitték a patológiára, és hát már gyakorlatilag a harmadik vagy a második alkalommal már vitték volna az égetőkemencébe, és mindegyik beteg úgy nyilvánult meg, hogy a külvilágnak az eseményeit azt érzékelte, csak nem tudott jelezni, hogy ő ezt hallja, érzékeli. És igazából már azt csinálják, hogy valamilyen módon, tehát jelzik, hogy ha ilyen állapotban kerül, hogy nehogy eltövessék őt. Például az egyiknek csak egy fia van. Háborúzódott, volt egy fiatal lány például, aki egyik másodpercről a másikra egyszerűen csak összeesett, és így semmiféle életet nem mutatott, minden izma így elegyett, és akkor pár percig volt ilyen állapotban, és akkor ha voltak körülött, akkor persze nem volt problémája, és utána visszállt, mint ami sem tökött volna, és mindent hallott, ami körülötte történt. Tehát az, aki ma háromszor majdnem eltemették, az borzalmas volt. Borzalmas, hát sok mindenki persze megtudott. Azt akartam megkérdezni, hogy ez az állapot a központorban a delta állapotban felállnak körülbelül, mert az alapban leginkább ebből az esetleni. Igen, itt az volt a veszély ennél a konkrét esetnél, hogy tovább mentett volna még lejjebb az ellazulásba és a leállásba, a fiziológiai funkciók leállásába, és meghalhatott volna effektív is. Érted? Na most mi időben észrevettük a lábát, így tettük, a kezét így tettük, ültettük, pofosztuk, tudod? És az volt, ami nézős, hogy akkor visszatért, nézett, és aztán nem visszatért. Párszor visszatért, lidérces volt, Mondtam is, hogy több időszínűleg most már nem kell. Én megtem az valamit, mert egy időszínűleg már nem tudtam visszajönni. Olyan, mint egy időt volna, hogy jöttem az ember. Ezt milyen állapotban volt? Ezt hogy csináltad? Én ezt ott küldöm a nappaliba, és ott volt a férjem meg a főnöke, ott járták, és egyszerűen nem tudtam visszalépni magam, mert nem tudtam visszajönni. Olyan állapot volt, hogy én nem azodosodom, hogy mi ez, de nagyon rossz állapot volt, mert nem tudtam visszajönni. Látom, hogy ott mennek, hallott mindent, és egy üveg fal, az nem tudott visszajönni. Az a túlvilág. Az olyan, mint egy kacskó, mert nem igazán élesen látsz benne, hanem olyan eszköz oldal. Látsz mindent, csak ilyen műanyag folyán keresztül nézik. De annyira rossz volt, és sokáig tartott, utána férjem fogott felvitte a kamerára az ágyba, a gyerek már lémült, hogy vigyázzon rám, ő elment dolgozni, mert nem tudott. És egyszerűen nem bírtam, sokáig nem bírtam visszajönni. Hát erre van ez a francia vicc, hogy azt mondja a férje feleségének, drágám, ha az egyikünk hirtelen meghalna, vennék az előbb lakás párosba. Most, hogy nem tapasztalik a
nincs összetartás, ez összetartást, hogy itt tartjuk össze. A család rajzokon döbbenetes dolgot látok, hogy lerajzolja egy gyerek, nagyon értelmes gyerek, egy ilyen széteső családnak a rajzát. Én tudom, hogy a Hatinak a apának már van egy új szeretője, a mamával már nem csinál szívesen semmit, már utálja is, a gyerek érzi. A srác nagyon érzékeny, teljes pánikban van, nem tudatosan. Most én nem tudatosíthatom őket, bennünket még, mert az apa nem mondta meg még senkit, még a feleségének sem, hogy ő már réges-rég máshol van. Hát olyan foglalkozott, hogy sokat megyünk is. Na most a gyerekek rájöttek, hogy kapaszkodsz. Most a pánikban az azt jelenti, hogy valaki ez ragad, nagyon ragaszkodhat. Tehát vagy szeretett volna minden áron visszatartani, figyeltek, hogy ki miért, ki az a személy. Most is csinálhatod egyébként. És én, hogy a kis bokájára nem tudom mi, ott fáj neki valami, és akkor azt mondom, kérdeznek, hogy mit mond a bokán. És akkor az állottam, mondd valamit, és csak nézzük, hogy ezért mondanak, hogy de valami tud beszélni el, és tényleg, jönnek már a speciális táját. Na most ezt meg kell tanulni, hogyha fáj valami, mondd meg nekem, egy informatikai rendszer vagyunk, hát a Gyuri erről nyilván bővebben is szokott beszélni, de megkérdezhet a vállalat, kérdezd meg, hogy mit akarsz nekem ezzel a fájdalommal? Ha erős a fájdalom, akkor az azt jelenti, hogy nagyon akar valamit mondani. És ha nem figyelsz oda, akkor meg van sértve, hogy hát anyuca, hát mondom neked, hogy itt valami baj van. Na most nem csak a testtel van baj, én az érős lábát csak a tudod érteni. Mindjárt, mindjárt, hogy kiesik a kerékpárodon, vagy kigyulod a motorról, azt hiszem, hogy nagy baj van. Vagy be van húzva a pénzt. Na, készült, mi van a karokat? Nem kell alfa, de hogy kell alfa, nem kell semmi. Semmi, ez az azért. Gyerekek, teljesen fejezek mindenféle feltételekkel, hogy csak így lehetne. Ha Gyuri nem kávézik, az lehetne hozzá menni, gondolom. Pedig a Gyurinak az tök mindegy, hogy kávézik vagy nem kávézik. Ha azt mondod, hogy Gyurika a fájavasan, vagy a füle vagy a feje, akkor fogja a Gyuri és átül vele. Leteszem a kávét. Megbűvöl és 5 perc kormányzat. Nem tudom, hogy várjál 2 percet, még 2 kortyom hozzá. Nem kell feltételeket szabni, mert nincs feltétel. Az a te vállal. És akar neked mondani valamit. Hallgass meg most, hogy mit mond. Nem, hogy biztos, hanem hogy mondd-e valamit. Most sokszor először nem mond semmit. Szóval most meg... Persze, nem az kell, hogy oda figyelj először. Fagulni ezt a szemléletet, hogy meghallgassa, de figyelj azért, hogy mondja most valamit. De most segítünk, mondja tőle. Csak azt mondja, hogy tudok erre mondani, hogy lehet, ha nem menjünk. Hát de azért így beszélni, hogy lehet jól. Fájni a vállat, fájni mindig. Jó, akkor hallgass meg. Esetleg beszélj másról, és ha bejön a válasz, akkor szóljál közben, jó? Egyszer csak úgy, ahogy a fa beszél, tudod, hogy ő neki eszébe jut valami. Van a gondolata, és saját gondolatának éli meg, mert kint van egy gondolat, ami a fától jön, és bent van egy párhuzamosan ugyanolyan gondolat, mint a saját gondolatodnak érzi. Egyszer csak bejön, hogy hát a Sanyi, persze, a régi messze fel, nem az elnök Kanadában volt. Csak az eszembe jut. Nem most, ha megengedett, Karcsi,
van sok olyan beteg, tisztelt a kivételnek, hogy begyújtani magát, hogy beteg. Kutya fölé, nem vagyok beteg, erős vagyok. Szóval nem szabad azt mondani, hogy akkor megette a beteg. Van a szomszéd, azt mondja, hogy mindenki is réged, megölték az egyik mellét, a férje már úgy, mert CC volt. És a csaj rövel, és nekem van egy lány, meg fia, meg fia, emelni, és egyszerűen kihúváltam magából azt, hogy lehet, és egészséges a csaj. Fél mellett, tényleg. Igen, de itt is a kommunikációban, vagy a kapcsolatokban is sokszor, ha azt mondom, hogy beteg vagyok, akkor jönnek fátyolokat, mint hogy jaj, szegény, igen, egy kicsit sápat vagy, hát nem a te sápat vagy, hát innen megyünk a kaó. A betűzült alapazzát előre, és lehette meg, akkor lehetsz gyenge. Na most átlentére szeret az ember gyenge lenni, mert néha szeretsz az ember kell is néha. De jó, egy kicsit simogassanak, meg kérdésnek, meg mindenben, akkor látok, hogy nem szóval rászok. Nem a rászok, ez az, hogy addig hülyeskedett, még úgy van. És mivel sikere van benne, elkezdi előtetni ezt a tartást, és aztán végül nem kijönni belőle, mint a meghalástól. Hogy egy darabig el lehet játszani, hogy meghaltam, csak nem biztos, hogy utána föl tudsz már támadni, és akkor meghalsz. És akkor az vagy, hogy fieskedt még nyilván. Most nem rám mondom ezt, hanem az, hogy sokszor belemegyünk ilyen kaladóba, tehát a lelkünk kilépve, elmegy jobbra, meg balra, aztán tud visszajönni. Szellemi kalad. Szellemi kalad, csak vigyázni kell a kaladokkal, mert én is előttem. Itt volt valamikor az eső volt azon a napon, akkor egy srác, ő ajánlott nekem egy lámpát, és adott egy esőkabátot, ajánlott egy lámpát. Hát én emlékezem a kis úton itt a sötétben is. Két órát szaklattam az esőben, a lámpát, egyenes az út. Ma is azt tudom, hogy volt szóltam. A Gyuri még szólt is, de én azt gondoltam, hogy azon az úton esélyt legyen. Utána jelent, hogy nem kell olyan kockázatot vállalni, mert nincs értelme. Már kalap, ugye, hogy a sötét emberi megy. Mert nem volt ez minden. Attilon attól 1996 január 7-én, és megkóstolom a körforduló érdemel, többet vártál. Egy olyan három szentes, amely még hozzá is viszi. Tehát nem csak a fejünknek a számítógépünk, a gondolkodásunk, hanem a testünk is.
hogyha ha úgy ránéztetett a mintre, alszol és becsapnak egy ajtó. És egy hirtelen felugrasz, az szó szerint felijedsz, és akkor még egy ideig benne maradsz ebben az ilyettségben, hogy mi történt, hol vagyunk, hol kell tudni. És akkor szóval nem kell nyugtani magadat, de időben visszatalálni fel, de azért nem ez a normális rendben, hogy csak nem érdezi. És ez tényleg időkérdésen. Úgyhogy ez igen, nagyon jó. De ezt előbb meg is tud magadra beszélni. Pontosan, kipihensd el, mondogat, életerősen, hát és fölnézem annyit, jó. Jobban értett a fa nyelvén.
Tehát nem csak ilyen képzelget válaszolom, hanem korrektet válaszolom, mert a faj borzalmasan nagy antenna az Istenre, sokkal nagyobb tömeg is. Ugye gondolj bele, hát azért egy fa, egy nagy fa, az olyan tonnás nagy súlyához, a te 50-80 kilóhoz képest ugye egy tonnás, tehát 10-szer, 20-szor, 30-szor olyan nehéz, mint te. Egy hatalmas nagy antenna is az Isten rezgéseire, és mivel ő nyitott memória nem olyan zaklantú csukott, mint te, mert ugye az ember azért elzárja magát a világtól, és akkor ilyen lóelezőre rohankál, kubicskán kifelé, a kis pártján kívül, de a fa az nem, a fa az nyitott, nyitott meg, és ez a lényege, hogy a sávok azért tanulták meg, mert neki kötelező volt az éggel kapcsolatot tartani. A sáv ám az azt jelenti, hogy az éggel beszélő, vagy éggel kapcsolatot tartani. De ez pont. Ez nem valami rossz ember, de még csak nem is valami barbár, vagy nem is pogány. Nem, az, ez egy pap volt. Csak az volt a lényeg, hát ugye ki aztán, amikor már nagyon verték őket, meg úgy tudom én, akkor már nem volt papi képzés, már nem volt, mert először volt rendes. Főiskola, ezért megtanultak. De amikor már nem volt, akkor már csak úgy aludott, hogy valakiben volt tehetség, és akkor fölvállalta a népének a gyógyítását, meg a nem a pénzért, tehát nem olyan volt, mint a mostani gyógyszergyár. Hát az sokkal rohadtabb volt. Tehát az a régőt állapot, az lehet, hogy már mostan a végén már csak drogokkal érte. De más nem is látsz, hogy csak a drogokat. Ha megnézed az interneten a sámra szólt, akkor a drogokhoz fogjuk a tekillanat. Nézd meg! Mert hogy le akarják járni. Nagyon dolgoznak ezt. Nagyon dolgoznak ezt. Nem? Persze, mert ezeket most képzeld el, hogy a vallását is üldözték, az embereket is üldözték, orvos meg nem volt egy darab sem. És akkor egy nép, amikor nagy bajban van, akkor hát kellene neki valaki, aki a betegségeim is segít. Ilyen, de nagyon tesznek rá, nem hogy meg akarják gyógyítani, szeretnék a mindjárt volna. És akkor így lehet szabadni. És ilyenkor kitermelődik a nép közül egy, aki és akkor mit tudom, megjelenik a nagy monitor. Fejébe, és akkor azt mondja neki, hogy mától kezdve, fiam, te leszel a törzsnek a sámány. És akkor ez az indiánoknál aludott, hogy kiment a szakadék szélére, lealudott. Ha nem törte össze magát, hanem szépen földetért, akkor az Isten tényleg kiválasztott, attól kezdve viszont úgy tisztelték, mint a 3000 diplomája lett volna. Érted? Szóval úgy tisztelték, többet is ért, mert meg is gyógyította. Tehát utána ez az Istentől kapott mindig tanácsokat, tehát a sámán úgy működött, hogy elindult az erdőbe, és akkor azt mondta neki a főnök, hogy még menjél 10 lépést, elment 10 lépés, megállt. Na ott jobbra tőled van egy ilyen lila szar, betérje, puflététek. Valami lila lila, térje, akkor menjél tovább, akkor ott van egy répa huszki, és akkor azt kihúzza. Mert mondta neki mindig, vezette, hogy hova menjen, akkor összeszedte ezeket a vízgazokat, amiket, ezek gyógyulják. Összeszedte, és akkor azt mondta, hogy ezt vágd össze, csinálja a termelőt, megcsinálja. Most legközelebb már, ha ugyanolyan bajt látott, hogy a rutinba volt, attól kezdve már tudta, hogy melyik gazokat kell összeszedni a talat. Ha nem, akkor a főnök azt mondta, hogy hát most csak messze van, de mennyire is, akkor ezen az úton is. Oda vezette az erdőbe, az egy száraz amerikában, és akkor meg is kapta. Hát ezek a sávon így működtek. Szóval nem így működtek, mint a mai orvosok, hogy fölötti a gyógyszerkönyv, fölé van. Nem. Ezek úgy működtek, hogy halvány biolosszín finge nem volt róla, hogy mit kell neki adni, csak oda vezették, kihúzta, megcsinálta, leadta a delifensnek, elmondták, hogy mit csináljon, megcsinálta, a beteg megkült. És mindegyik, én nagyon sűrűen olvastam, hogy mindegyik sámán külön fákat volt így kötve, meg volt egy olyan vonatkozás, mint valóban az életfával hozó kényeztetőképpel a sámánkkal kapcsolatban, hogy mindegyik sámán ilyen fára született le, hogy ez valahogy így sűrűen szedtő? Igen, ez az életfa az igazából a születési traktát. Tehát az van, hogy van egy kezdeti tehető, és akkor utána van az öt atya, aztán mindegyiknek leágazásai, valami széles lesz a piramis a végén, de ez egy fa. Tehát ezt nem lefele gondol bele, hanem ez egy fa. Ezen az életfán másznak föl a beserősök, és akkor
akkor a mese ősa végén feljött oda alulás, hogy neki kell, vagy ilyen kútba is néha másznak le, de ott egy másik világban a párhuzamos mindez. Érted? Tehát, hogy emlékezzél rá, hogy milyen. Vizualizáltad, bocsánat. Azt érezted, hogy vizualizáltad. Tessék, bocsánat. Ehhez kapcsolódik, nem olyan régen, úgy is hittem, hogy a magyar egyik ott egy. Megjelent, aztán Böszörményi Gyula, vagy Géza, nem tudom, milyen se volt, a Gergő és az Álcsúcsú. Egy ilyen vastagabb könyv, egy piros kis autó volt rajta, és olyan fantasztikusan írja le magyar hitvilágot, a Sámánpától kezdve a különböző világokon keresztül utazást, regény szinten gyerekeknek, vagy minden gyerekről kezdve kéne adni tankönyvet, mert hát eszméletlen milyen titkokat sem tesz. Mi a címe még? Gergő és az Állatfogó. Most már sorozatban több része is van, de az első az fantasztikus. Tehát amilyen konkrétan is pontosan leírva ezeket az utazásokat, végig a fán, a dolgnak is a különböző szerepét, akkor hogy kerülnek a különböző csillők, azoknak mi a szerepe, milyen világokon vezet át, döbbenetes, én is már különböző világokon, és ennek hatalmas titkokat, és még tevékenykedek. Úgyhogy mondták is, hogy a magyar gyerekot ember a magyar világra épít. Ugyanakkor mágia, de tehát meseszinten viszi el, de tanítja, hogy nagyon jól tudják. Úgyhogy ez tényleg? Nem, már Záborra ezt figyel menni kellett adni. Most korábban lesz említ, mert a másik csoport jött, megjött már. Merre váltás? A 11-kor lesz? Na most a 9-nek nem sok. Ez a kívülák dolgok. Egyszer, hogy nem tudom, hogy mi volt, hogy az egyik eset kicsit a magára, és másnap reggel, nem jött a lány, és akkor az esélyem, hogy az asztalra jöttem föl. Föl akartam, és nem sikerült, leestem, és a konyhatőre. És utána arra beszéltem fel, hogy körülbelül 5 méterrel később, akkor már ott nyúz, és egy másodtam változni, és nagyon álmos voltam, mert aludni akartam. Szóval lépettem fel, hogy beakadt a kluzot, a lábom a kazának a lábába, és akkor mi van, hogy hagyjál már aludni. Ugye most mi volt? És nem akkor nagyon nehezen jutottam ki a szemem. Igen, hát ez egy ilyen ájulás volt, amikor is kérdez a testedből, és hát ugye az nem feltétlenül rossz állapot rám, szóval, mint hogy csak félnek az emberek a halálukat, amikor a meghaltál, az már nem fáj. A tudatom az meghalt. Hát remélem, hogy én sokáig nem maradok meg, sokáig jövök még így össze, és hát ez ilyen testnek kívül járnak, mondom, egy testnek. Félig megkartálja, jól lekorítottad a konyhakövet, és lehetett kiépett a testedből. Ez az, amiről beszélek, pontosan. Ezt nem csak fejdepámástól lehet persze elérni, vagy nem csak drogoktól, hanem tudatosan el lehet jutni abba az állapotba, meditációs kazettán kell viszont. Tehát azok, amiket itt is lehetett kapni, mindegyiket találkozhatsz az Istennel az életben is. Tehát úgy beszélsz vele. Egy dolgot kérdezni. Még kérdezni egy dolgot. Azt szeretném megkérdezni, hogyha ez a dolog álmodban történik, akkor mi van? Tehát nem tudatosan álmodom ezt a testből kilépést, hanem valamilyen okból kifolyólag velem ez megtörténik. A lelki vezetőd vezet téged, megmutat neked valamit, elvisz valahová, megadja neked. És ahhoz mondjuk ki kell lépni a testekből, akkor éjszaka viszel, maximum 7 órára. De akkor már egy testen tartó lehet megvisz azzal, hogy vigyázzon a testedre, ameddig úgy elvisz, hogy te közben megmondod be, mert egy fél óra múlva már kezd veszélyessé menni a dolog, hát egy óra múlva már kimondott a veszélyes. Ezért fél órásak a meditációs közöttek sem muszáj. De egy gyakorlatban napnál hosszabbat nem tudom veszélyes. De jó, hogy az eltenetik egy hónapra is érted. De az már gyakorló. De ezt ne próbáld meg, mert félszépen sírod, hogy így még nem jártam.